Hírstúdiónkban Hubay Imrét kérdezzük a térségi közúti fejlesztésekről. A közúti infrastruktúra fejlesztése, beleértve az M4-es autóút folyamatban lévő tervezését, meghatározó jelentőséggel bír megyénk és térségünk gazdaság fejlesztésére. Milyen előrelépések történtek az M4-es karcagi elkerülőjének egyeztetése kapcsán? Milyen térségi közúti fejlesztéseket terveznek megyei forrásból? Kérdeztük Hubay Imrét, a Jásznagykun Szolnok megyei közgyűlés elnökét. A karcagot elkerülő szakasz esetében lezajlott az elmúlt évben egy társadalmi vita. Itt a karcagi gazdálkodók és karcagi földtulajdonosok érdekeit emelném ki, akik a természetvédelmi értékek megóvása érdekében egy külön utat kerestek annak érdekében, hogy az eredetileg engedélyezni tervezett, aztán majd később engedélyezett karcagot elkerülő nyomvonal az egy másik, észszerűbb, racionálisabb területen a jelenlegi 4-es számú főút nyomvonalához jelentősen közelebb húzódjon, és így ne kerüljenek ki a termelésből értékes természetvédelmi területek, ne kerüljenek ki értékes olyan mezőgazdasági területek, aminek az elvesztésével 100, akár 120 család is elveszítette volna a megélhetését itt a településen. Az is nagyon fontos, hogy az M4-es nyomvonalának racionalizálásakor figyelembe vettük azt is, hogy milyenek a területi adottságok, milyenek a természetvédelmi értékek, mi az a szerep, az a funkció, amit be kell tölteni egy M4 elkerülőnek a helyiekre, a helyiek közlekedésére és a térség fejlődése érdekében, milyen szempontokat kell szem előtt tartani. És ebben a tekintetben Karcag belvárosának biztonságosabb közlekedése érdekében és a gazdaság további élénkülése és az átmenő forgalom könnyítése érdekében kezdeményezte a város, hogy épüljön meg azon a 42 évvel ezelőtti koncepció, aminek már vannak közel 30 évre visszavezethető önkormányzati alapja is. Még dr. Fazekas Sándor polgármesterként rendelte meg azt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, ami kimutatta, hogy a várost el kell kerülnie ennek a jelentős átmenő forgalomnak, és a Kunmadarasi út, valamint a 4-es számú főút, és így már az épülő M4-es összeköttetésére egy keleti elkerülő szakasz is megépül. Ez azért is fontos, mert a levegő védelme és a biztonságos közlekedés és a zajterhelés csökkentése a belvárosban különösen felértékelődött azáltal, hogy jelentős az oktatási köznevelési intézmények aránya a belvárosban, és az oda reggelente megérkező gépkocsival hozott gyermekek, azok nyilván igénylik azt, hogy biztonságban szállassanak ki az autóból, biztonságos legyen a közlekedés, ne tartsuk fel a forgalmat, és ennek is tulajdonítható az a külön kiemelt figyelem, ami az elkerülőre irányul. Az M4-es megépítése nem csak gazdasági élénkítési, és nem csak a munkahelyekre való eljutás, vagy a munkahelyekről való megérkezést teszi biztonságosabbá, hanem a térséget egy olyan szintre emeli, ami a befektetéseket is ösztönözheti. Tehát nem csak a helyi gazdaság élénkülésével számolunk, hanem olyan új befektetések megérkezésével is, amik igénylik a kétsávos autópálya vagy autóút elérést, igénylik azt, hogy az ország lettereihez és az ország jelentősebb infrastruktúrájához könnyebben tudjanak csatlakozni a településről. Nálunk van jól képzett szakembergárda, akire lehet építeni, és vannak fiatalok, akikre a jövőt lehet tervezni. És hát azt hiszem, többször beszéltünk már arról, hogy a Nagykunság és a Tiszató is hogyan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a fejlesztések egymást fogják generálni majd itt is. Így van, Karcag a Tiszató térségébe tartozik, és ebben a tekintetben a Tiszató térségében egy jelentős gazdasági bázist is képvisel. A megye keleti részén, közvetlen Hajdú-Bihar megyével határos területen nekünk azzal is számolnunk kell, nem csak a turizmus élénkülésére, hanem a BMW gyár betelepülésével a műszaki és gépészeti és informatikai vállalkozások megerősödését is magával fogja hozni a következő 5-10 esztendő. És a Tiszató térségében ezen a 2x2 nyomú autóút megközelítési lehetőséggel olyan befektetők is megérkezhetnek, akiknek így a Tiszató sokkal közelebbre, sokkal kézzelfoghatóbb távolságra kerül. Tiszafüred, a Tiszató fővárosa Karcaggal hagyományosan jó kapcsolatot ápol, és az elmúlt fejlesztési időszakban felértékelődött, szintúgy, mint a megyével való összeköttetés lehetősége a 34-es számú főút felújításával. Oda a 34-es mellé és a fegyvernek Abátszalók Tiszafüred összekötő út felújítására is nagyon komoly fejlesztési forrásokat szán a kormányzat, hiszen felismerte, hogy a Tiszató további fejlődése érdekében nem csak a
helyeknek az életminőségét, hanem az oda megérkező turistáknak a kényelmét is szolgálják a jobb utak, és ez szerte az országban mindenhol egy komoly út és kerékpárút építési hullámot indított el. Ennek egyik nyertese lesz a Tiszató, a Tiszaföred-Ortobágy-Debrecen kerékpárút összeköttetéssel, valamint a Tiszaföred-Fegyvernek kerékpárút összeköttetéssel, amihez Karcaga-Berekfürdő felé tartó kerékpárúttal csatlakozik, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan megérkeznek a Magyar Falu programból és a TOP maradványaiból azok a források, amivel a Madaras-Tiszadás közötti útvonalat és a Tiszadás-Zsabátszaló közöttit is fel tudjuk újítani, és a megújítást követően ott is magasabb fokozatra tud kapcsolni a turizmus és a gazdaság érénkülése.